Sadi! Óriási lelkesedéssel fogadták a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor gyakorló általános iskolás diákjai a vadonatúj digitális táblákat. Az összesen 2.800.000 forint értékű modern eszközökhöz a Knorr Bremse fékrendszerek Kft. Segítségével juthatott hozzá az intézmény. Láthatjuk azt, hogy a gyerekek nagyon nagy örömmel és rövid idő alatt számtalan feladat megoldásával jutnak olyan matematika, logikai ismeretek birtokába, illetve sajátítják el a digitális írástudást, amely számukra és a felnőtt számára is nagyon sok örömet és tudást nyújt. A 21. század a digitális forradalom kora, tette hozzá az intézményvezető, amely miatt elengedhetetlenek az ilyenfajta újítások. A Knorr Bremse fékrendszerek Kft. Pedig régóta nyújt támogatást az iskolának. Együttműködésük 2015-ben kezdődött a cég társadalmi felelősségvállalás projektjének során. Vállalatunk mindig is kiemelten fontosnak tartotta az oktatás támogatását, az oktatással való együttműködést olyan tekintetben, hogy közreműködjünk abban, ami az iparvállalatok által igényelt készségek fejlesztését szolgálja. Elsőként az iskolaudvart újították fel, 2 éve korszerűsítették a természetismereti oktatás segítő labort. Ebben az évben pedig a digitális oktatási eszközök fejlesztését célzó program kapott támogatást. Az egyetemmel megvalósuló EFOP-os pályázat kapcsán 30 tablet, új laptopok, illetve még egy digitális tábla beszerzésére van lehetősége az általános iskolának.